Fiatalok festik a leendő ifjúsági ház falait a Bocskai utca 21 szám alatt. Közel egy hónapja kezdődtek el a munkálatok, amit a helyi szakiskola tanulói végeznek. Az ifjúsági ház létrehozásáról a februári testületi ülésen született döntés, mégpedig az, hogy ebben az évben várhatóan június közepétől megkezdi működését az intézmény, ahol a fiatalok számára szabadidős és kulturális programokat szerveznek majd. Az ifjúsági ház a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központhoz tartozik, tudtuk meg Tányér József igazgatótól. Mivel az önkormányzat fenntartásában van a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művközpont, és nyilván az ifjúsági ház is, tehát itt úgy történt, hogy a város fejlesztési oda készített egy költségkalkulációt, de ez még folyamatosan változik, tehát még konkrét számadatot nem tudok mondani, minél olcsóbban próbálunk jönni, és nyilván itt megköszönjük tényleg a középiskola, a Kalas Ferenc Gimnázium és középiskola, szakközépiskola segítségét is, mert az ő tanműhelyük adott árajánlatot, anyagáron próbálják ezt bekalkulálni, hiszen az elsős tanulóknak ez jó is lesz ilyen téren, hogy tudnak így gyakorlatozni, tehát effektíve hasznos munkát végeznek a tanulóidejük alatt. A felújítási munkálatok a festéssel kezdődtek, de még hátra van a burkolatok rendbetétele, a nyílászárók lefestése és az egész épület műszaki ellenőrzése, majd legvégül az udvart rendezik. A nyílászárókat át kell nézni, a burkolatokat, most a nagy teremből kiköltözött a GESZ, tehát nyilván itt a polcok kerültek ugye kiürítésre, költözések, ugye a képzőművészeti kör kipakolt, és nyilván utána tudtunk festeni. Nyilván a villamos hálózatot is elnőrizni fogjuk. Most van folyamatban az ifi ház működéséhez kapcsolatos rezsiköltségek kiszámítás, internet elérhetőséget bevezettetni, aztán a vízhálózat, hogy rendben legyen, nyilván ugye itt lesz egy kis konyharész is, tehát itt azért az áramhálózat elbírja a hűtőt, mikrót, számítógépek lesznek, tehát azt is, ez fontos jól megtervezni és átnézni, mire az átadás megtörténik, és aztán pedig a külső tereprendezés is folyamatos kell legyen. Az intézményben folyó korszerűsítési munka folyamatos ellenőrzés alatt áll. A művelődési ház dolgozói rendszeresen kijárnak és figyelemmel kísérik a munkálatokat. Természetesen mi rendszeresen kijárunk ide az épületbe, különösen mióta ugye átadásra került az ifjúsági ház, és hát az intézménynek a telephelyeként működik most már, és rendszeresen kijárunk, fényképezzünk, nézzük, hogy hogyan dolgoznak, és az itteni szakoktató Katival is folyamatosan kommunikálunk arról, hogy éppen mi következik, mi történik, hogyan kell egy picit esetleg meggyorsítani a folyamatokat, hogy minél előbb végezzenek a gyerekek. A színeknek a kiválasztása is így történt, nyilván színskála és minden más segítség. Kati, illetve a gyerekek jöttek, megmutatták, hogy mi az elképzelésük. Nyilván nekünk is kellett, hogy ránézzünk, többen véleményeztük ezeket, és ezek a belső helyiségek a színeket úgy kapják meg, hogy több embernek, fiatalnak a véleménye benne van. Rácni Fekete Ilona elmondta, bármilyen ötlettel bátran meg lehet őket keresni, nyitottak a fiatalok igényei iránt. Jelenleg a tervezés időszaka zajlik, így az ötleteket, elképzeléseket szívesen fogadják. Folyamatosan történik a fiataloknak az igényfelmérése, folyamatosan történnek a velük való beszélgetések, konzultáció, keressük, illetve meg is találjuk, sőt maguk is jelentkeznek már azok a fiatal csoportok, akik bármi olyan ötlettel bírnak, hogy eddig nem volt rá helyiségük, nem volt rá lehetőségük, és most szeretnének egy olyan kis zugot maguknak, ahol eltölthetik a napjaikat, illetve a közös programjaikat, és biztatnék is minden fiatalt, illetve mindenkit arra, hogy ha bármilyen olyan jellegű, akár új kezdeményezése van, akár csak helyet keres magának, maguknak néhány fiatal, akkor keressen meg nyugodtan bennünket, hiszen azt szeretnénk, hogyha az alapján kerülne itt a belső programok kialakítása meg, hogy a fiatalok elmondják, illetve hát ők alakítják maguknak, és mi csak egy ilyen koordináló szerepet szeretnénk ebben a dologban betölteni, hát nyilván természetesen azért megfelelő keretek között. Mindenképpen búzítanám őket arra, hogy jelenleg most még a művelődési központban található az én irodám, ott keressenek meg engem nyugodtan, de hát a fiatalok által közkedvelt közösségi portálon is megtalálnak, és nagyon híve vagyok annak a fajta kommunikációnak is, mert tudom, hogy szívesebben
beszélgetnek, akár a Facebookon keresztül, mint ahogy személyesen eljöjjenek. Tehát írjanak nekem egy üzenetet, írjanak egy e-mailt, keressenek meg az intézményben, kinek milyen ötlete van. És azt is fontosnak tartanám, hogyha mondjuk abból is tudnának beszélgetni, vagy alul is tudnának beszélgetni, hogy például az udvar, ami igen nagyon jó lehetőségekkel van megállva, elég jó zártere van, hogyan tudnánk ott olyan láptengópályát, lengőtekét, vagy bármi más olyan helyet kialakítani nekik, mire lenne szükségük, igényük. Nekünk nyilván vannak ötleteink, de jó lenne, ha megírnák, hogy mi az, ami nincs, mi az, aminek nincs túl nagy magas költségvetése, mi az, amit szívesen használnának itt ebben a zárt térben. Az épület adottságai igen jók, több terem is található benne. Ezek kialakítására már most konkrét ötletek, elképzelések vannak. Szeretnének létrehozni egy olyan termet, ahol a fiatalok számítógépezhetnek egy közösségi szobát, de lesznek irodák és több közösségi helység. Várhatóan ebben a teremben lesz egy kicsit sötétebb színe a helyiségnek, ugye szürkészínben gondolkodunk, és itt szeretnénk számítógépeket elhelyezni, és hát nyilván azon túl még majd meglátjuk, hogy milyen kis beszélgetőszobává lehet ezt varázsolni, vagy milyen olyan kis társalkodóvá, amit a 4-5-6 gép számítógép mellé el tudunk helyezni. Ez egy irodahelyiség lesz, ebben túl sok funkció nem lesz, kicsit tágasabb, világos, úgyhogy reméljük, hogy hasznos és aktív munka fog folyni itt közösségi szobának. Hívom én most, hát aztán nyilván majd meglátjuk, hogy mi lesz a neve. Társalgó, csocsóasztal, televízió kihelyezés esetleg, leülni egy kis sarokba, beszélgetni, próbálnánk olyan belső bútorzatot, berendezést találni, ami kényelmes, ami nem egy ilyen nagyon kötött, de mégis egy picit modernebb. És itt lesz a konyha. Igen, jól hallották, a konyha, mert hogy a fiataloknak arra is lehetőségük lesz majd, persze igény szerint, hogy a főzési alapismereteket elsajátítsák egymástól. A legnagyobb terem pedig a rendezvénytér lesz, ahol megtarthatják a különböző foglalkozásokat, illetve diszkót. Ez a kisebbik helyiség lesz a konyha, szociális helyiség. Nyilván itt helyezünk el konyhabútot, kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt, talán egy kisebb rezsót, bármit, és szeretnénk, a terveink között szerepel, hogy ha a fiatalok egymás között is ilyen főzési fortélyokat megmutatnának, megtanulnának. A folyosón is én szeretném, hogyha itt a folyosón a fal mellett szintén ilyen babzsákokat ki tudnánk helyezni, tehát hogyha nincs kedvük éppen sebe bemenni, vagy éppen csak ki szeretnének jönni, vagy le akarnak ülni, akkor, vagy várnak valakit, akkor itt nyugodtan lehet. Sőt, akár még délután az épületen belül a házi feladatot is meg lehet egymással írni a fiataloknak. Ez lesz a rendezvényterem. Nem is tudom, minek lehetne ezt a termet hívni majd. Itt szeretnénk tematikusan majd be fog állni hétről hétre, adott hónapon belül, mindig más-más műfajban, pénteken, szombaton valamilyen programot kínálni. Itt gondolok a táncházra, itt gondolok a szalontáncra, itt gondolok a női tornára, gondolok arra, hogy csak a fiatalok valami önvédelmi sportot űznek, gondolok arra, hogy tini diszkó lesz. A festési munkákban a szakiskola tanulói segítenek. Oktatójuk elmondta, örömmel jöttek a diákok dolgozni, mert jó lehetőség a gyakorlásra, és így segíthetik az ifjúsági ház mielőbbi elindulását. Az önkormányzat részéről kaptuk a felkérést, és örömmel veszünk részt a munkálatokban. Örülünk neki, a fiúk nagyon sokat fejlődtek az év eleje óta. Szakmailag nagyon jó, mert itt élőben gyakorolhatják, ez egy komoly munka. Nagyon sokat dolgoztak, és nagyon jól dolgoznak. Örülnek neki a cél érdekében, ők is szívesen jönnek majd ide. A megkérdezett tanulók elmondták, milyen munkálatokat végeznek az ifjúsági házban, és azt is megosztották riporterünkkel, hogy jönnek-e majd a létesítménybe szórakozni, ha az elkészül. Falfixálás, falfestés, glettelés, csiszolás, ifjúsági ház. Igen, jönni fog. Ki tudnak kapcsolódni a fiatalok. El tudnak jönni ide játszani, meg szórakoznak. Tanárnő szólt, hogy ezt meg kéne csinálni, és megcsináltuk. Jó lesz, hogy szerintem sokan fognak idejönni, meg minden, el leszünk. De lehet csocsózni, lesznek játékok, versenyek, főzések, biliárdozás, akkor... El fogsz-e ide majd járni? Igen, persze. Egyedül vagy baráti társaságban? Baráti társaságban.
Kovács Krisztina képviselő asszony is örül annak, hogy elkezdődtek a munkálatok. Az intézmény elindítására szükség van, mivel így a fiatalok eljárhatnak egy olyan helyre, ahol tartalmasan tölthetik az időt. 6 éve küzdünk azért, hogy legyen egy helység a fiataloknak, ahol akár iskola után, akár a szabadidejükbe, akár a szünetekbe be tudjanak jönni. Tehát már ez a tény, azt gondolom, hogy olyan, amilyen, de már van. Ez nagyon nagy hiány volt Püspökladánynak. Elindultak a fiúk, a festőfiúk, és elkezdődtek a munkálatok. Természetesen ennek megfelelően most nagy a felfordulás. Ki kell javítani a hibákat, színeket kell adni, át kell festeni a ajtókat, ablakokat. Tervezzük ugye, hogy a szünet beáltára azért jó lenne funkciójában átadni a fiataloknak. Ez nem jelenti azt, hogy végleges is az egész. Ez csak egy kezdeti lépés, és innentől kezdve a fiatalokon is nagyon-nagyon sok múlik. Az önkormányzat megtette az első lépést, utána a többi lépés már a fiatalokkal közösen illene megtenni, és erre én mindenképpen arra biztatnám a fiatalokat, hogy jöjjenek, keressenek bennünket, kérdezzék, sürgessenek minket, és ötletekkel álljanak elő, hogy milyen funkciót, egyáltalán milyen tevékenységet hozzunk ebben a házba benne. A KEX ifjúsági szervezet aktívan részt vesz majd az ifjúsági ház életében. Különböző programokat szerveznek ide a fiataloknak, és akár az intézmény működtetéséből is kiveszik a részüket. Én mondjuk a KEX-ért felelek, mint a KEX elnöke, de én minden más civil szervezetet is arra bíztatok, hogy kapcsolódjon be a művelődési ház életébe. Konkrétan a KEX az természetesen szervez programokat majd, és vagy igyekszik átvállalni majd azokból a feladatokból, ami az ifi házra hárul. Különböző vetélkedőkkel, városi rendezvényeken való megjelenéssel, de itt akár ügyeletvállalással és olyan programokat szeret, ami egy kicsit mozgalmas, élménydús, és olyan csoportokat megszólítani, vagy akár alakítani is, amelyek még most hiányoznak Püspökladányból, akár, mit tudom én, egy sci-fi klubot, akár egy éjszakai pingpong versenyt, akár, tehát olyan feladatokat, ami izgalmas lehet a fiataloknak, és ide jönnek. Nagyon jó az udvara ennek az épületnek, tehát magára az udvarra is lehet akár szalonnasütések, akár csak kötetlen beszélgetéseket, akár híresebb filmrendezőkkel, írókkal, költőkkel, zenészekkel, és ezek úgy gondolom, hogy mindenképpen a fiatalok épülését szolgálhatja. Az ifjúsági ház tehát készül, és júniusban a tervek szerint polgármester asszony átadja majd a fiataloknak a helyet ünnepélyes keretek között, de aki az indulásig úgy érzi, hogy szeretne segíteni, vagy ötleteivel hozzájárulni az ifjúsági ház működéséhez, az bátran megteheti, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban minden javaslatot szívesen fogadnak.